Több mint 200 kilométer hosszúságban kanyarog a Tisza-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem csak a megye lakossága, de a szúnyogok is örülnek ennek, szaporodásukhoz ugyanis szükség van a vízre. Az országnak ennek a régióját lakják az egyik legsűrűbben a vérszívók. Nem véletlen tehát, hogy ezen a héten rendkívüli szúnyoggyérítési akció veszi kezdetét. Hét megyében összesen 252 településen írtják a rovarokat, de a települések nagyjából fele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Maga a gyérítés az 25-én, azaz a ma esti órákban kezdődik. Itt több olyan vízparti település érintett, amely a Tisza mentén húzódik, majd 26-án és 27-én vannak beütemezve további települések. Ezek az eljárások viszont már úgynevezett földi kémiai módszerrel történnek, azaz már a lakott terület belterületén is úgynevezett melegködi, illetve UV-s eljárás keretében teherautóról permetezik ki a szúnyog gyérítésre alkalmas szert. Száraz időjárás esetén Nyíregyházán erre csütörtök este és az éjszakai órákban kerül sor. A teherautó tartályaiból kipermetezett szer emberekre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A katasztrófa védelem ennek ellenére is azt javasolja, hogy aki teheti, takarja le az udvarokon tárolt eszközöket, gyermekjátékokat, élelmiszereket és ruhákat, a kezelés ideje alatt pedig érdemes az ajtókat és ablakokat zárva tartani. Nem ez lesz az egyetlen gyérítési folyamat, főleg a vízparti területeken lehet még rá számítani a nyár folyamán. Amikor tartós esőzés, nagyobb csapadék jön, illetve felmelegedés utána, akkor nagyobb számban megjelennek maguk a csípőszúnyogok. Maga a kivitelezést is befolyásolhatja az időjárás, hogyha a kivitelezés napján erős szél vagy erős csapadék van, akkor nyilván nem lehet a kivitelezést elvégezni, ilyenkor mindig a következő nap a pótnak. Ha akkor is sem teszi az időjárás lehetővé, akkor pedig a következő heti ütemtervbe kerül át maga a településcsoport. Éppen ezért nyilván több alkalommal is valahova vissza kell térni, ez az elmúlt évek tapasztalata, így nyilván várható az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye olyan településein, ahol magasabb számban jelenik meg a csípőszúnyogok, a kifejlett szúnyogok, ott nyilván lesznek beavatkozások. Fontos tudni, hogy a háztartások odafigyelésén is múlik a szúnyogok szaporodása. Tipikus például, hogy amikor eső után még napokig ott marad a víz a vödrökben, cserepekben, azokban nagyon gyorsan kifejlődnek a szúnyoglárvák. Ha kijöntik ezeket, már kevesebb lesz a vérszívó a ház körül. Aki pedig gyűjti a csapadékvizet, azoknak érdemes szúnyoghálóval fedni az erre a célra kialakított tartályokat.